Járvány idején kiállítást szervezni nem a leghálásabb dolog. Mégis a szervezőkkel úgy döntöttünk, hogy a Szegedi Egyetem Eszterházy Péter 70 konferencia egyik kísérő rendezvényét végül online mégis megtartjuk. Azt terveztük, hogy egy válogatást mutatunk be az Eszterházy Péter archívum fotóanyagából, részben hivatásos fényképészek portréiból, részben pedig a családi archívumból. Élőben eredeti fényképeket nézni teljesen más, mint azok beszkennelt változatait, de talán így is átjön, hogy a Berlini Művészeti Akadémiához került anyag mennyire gazdag és sokrétegű. Olyan kiváló alkotók fotói, kontaktmásolatai, próbanagyításai kerültek be az archívumba, akikkel apám élete során sokszor találkozott vagy dolgozott együtt. Lugosi Lugó László, Burger Barna, Válottó, Halas István, Nádas Péter, Szilágyi Lenke, vagy a nemrég elhunyt Szebeni András mind készített portrét róla, vagy a kiadóknak, vagy interjú illusztrációként, vagy saját személyes projektjeik kapcsán. A családi archívumból bekerült válogatást pedig leginkább a futball köré csoportosítottam. A Csillaghegyi Sportklub tablóképei, illetve meccseken készült pillanatképek formájában. Sokféle módon lehetne ezt a rengeteg fotót megmutatni, és valószínű az elkövetkező években még rengeteg eddig nem látott felvétel kerül majd bemutatásra különböző formában. Ez most az első ilyen válogatás. Fogadják szeretettel! Aparchívum. Egyszer az ember élet útjának felén láttam kilovagolni egy sötét erdőbe. Valójában utált lovagolni, inkább a foci, mondta. Meg különben is, egy fél valami az egy exakt halmaz, itt meg mi a fenéről papolunk. Láttam, hogy bosszantja a dolog. Egyszer hallottam, hogy azt kérdezi egy szépséges léditől. Kisasszony, parancsol egy kis mandolát? Szeretett szavatolni a jó hangulatért. Egyszer hallottuk, hogy Laurie Anderson azt mondja, amikor apám meghalt, mintha egy egész könyvtár égett volna le. Édes Laurie, mondta neki, és mélyen a szemébe nézett. Tétel, az energia nem vészel. Definíció, puszi. Egyszer mögötte ültem egy felolvasáson, és átnéztem a szemüveglencséjén. Én semmit sem láttam, ő meg mindent. Nem lehetett könnyű neki. Egyszer hallottam a hangját, nem tudom honnan, de tisztán hallottam, hogy az ő hangja, és ezen az ő hangján azt mondta, hogy ne, ezt így ne. Kezdhettem az egészet előről. Egyszer kiderült, hogy egyszer élünk, és amikor ettől kicsit kiborultam, kedvesen átkarolta a vállamat, és azt mondta, ugyan-ugyan, az egy, az nagyon csinos kis prím szám. Így mondta, csinos. Nem jött szó a számra. Egyszer láttam elsétálni Unter den Linden, suhogott a zavar a lába alatt, ezt hallgatta elmélyülten, ahogy suhognak a linden levelek a lába alatt, így nem vette észre, hogy mögötte egy hosszú libasor alakult ki, és az volt, hogy aki legelől állt, finoman megérintette a zakóját, és nyomás már is ment szépen beállni a sor végére, kivárni, hogy újra sorra kerüljön. Lenyűgözött ez a fegyelmezettség. Hiába, gondoltam, ezek a németek párjukat ritkítják. Aki legelől ment, az apró kockás zakós, annak meg eleve nem volt párja. Egyszer kifele lógatott színes pálmafás ingben fogadta a vendégeit, és amikor látta az arcukra kiülő csodálkozást, azt mondta. Na mi van, nem láttatok még kivinget? Lazuljatok rá, kis csillagok! És a kezükbe nyomott egy-egy margaritát. Egyszer láttam, ahogy odahajol Pina Baushoz, és valamin nagyon nevetnek. Min nevettek olyan nagyon? Kérdeztem csodálkozva. Mire azt mondta, ha akarod, eltáncolom. És úgy is lett, Pina Baus elégedetten nézte a tanítványát.
Egyszer láttam, hogy kitelepítették őket a kertbe. Nyár volt, langyos szellő fújt a folyó felől, kellemes dunaszag áradt szét a levegőben, szívták be szorgalmasan, ahogy mondták, belégzés, kilégzés, hosszan, egyenletesen. Tulajdonképpen finom volt, nem lehetett rá panasz. A gyerekek a kutyával hancúroztak, gyerek kutya, garantált siker. Mégis visszavágytak a házba, az valahogy kuckósabb volt. Egyszer láttam, hogy beszéd közben fölemeli a kezét, gesztikulál. Kicsit begörgítette az ujjait, mint aki a tenyerével aprócska medencét képez, és többször finoman maga felé mozdította. Mindeközben a másik kezét lazán zsebre dugta. Egyszer megpróbáltam utána csinálni, nem ment. Vagy a görbítés, vagy a zsebredugás nem ment, vagy csak a kéz nem stimmelt. Ennyit számít egy kéz. Egyszer láttam arany Prágában, ahogy zuhogtak rá az aranyak. Hirtelen kezdtek zuhogni, azt sem tudta, hová kapjon. Aztán végre eszébe jutott, kitől kérdezhetné meg. Ott ült az öreg, ahol gondolta, csillogott a szeme, és csak annyit mondott. Már vártalak, mi tartott ilyen sokáig? Egyszer láttam úgy belenézni a lencsébe, hogy a fotós keze megremegett. Újra kellett csinálni a felvételt, mert a képen csak a fotós félelme látszott 11-esnél. Tudod, de ahogy megbeszéltük, mondta a fotósnak, jobb felső sarok. Menni fog. Nur nicht besarren, mert nyelveken beszélt. Egyszer a végtelenben találkozott a párhuzamosokkal. Na hát, mondta, középső ujjával finoman feljebb tolva a szemüvegét. Hát akkor itt vagytok. És derűsen elsétáltak bele a naplementébe. Egyszer meg az volt, hogy a mindiget kijavította örökkére. Erről is van fénykép, erről az örökkéről. Szép, éles kép. Amolyan örök szép.